kedves nézőim, barátaim, videóim, szóval barátaim, amint a címből is láthatjátok, folytatom azt a sorozatomat, amit itt pár hónapja kezdtem talán, a második világháború nagy csatái címmel. Az első az angliai légicsata volt, ha véletlenül nem láttátok meg, akkor nem néztétek meg, akkor mindenképp tegyétek ezt meg. Ugye a csata fogalma teljesen megváltozott a 20. századi hadtörténelemben, az első világháború előtt, a 19. századig a csata az egy maximum egy vagy két napig tartó taktikai mozdulat, összecsapás. Gondoljatok ilyenekre, mint mondjuk Isaszeg vagy Waterloo a 19. századból. A 20. században, a modern tömeghadseregek korában a csata az egy olyan kifejezés, ami egy hosszú, akár hetekig, hónapokig tartó hadműveleti összecsapás sorozatot is magába foglaló kifejezés. Ugye Verdun-i csatáról például csináltam egy bejegyzést a blogomon, ajánlom figyelmetekbe, történelem mindenkinek blog.hu, ami tartott 1916. februártól novemberig. A Barbarossa tervről szeretnék akkor néhány gondolatot megosztani veletek. Ugye Barbarossa Frigyes középkori német-római császár volt, és Adolf Hitlerik úgy döntöttek, hogy amikor megtámadják a Szovjetuniót, a tervnek ez az a fedőneve. Ugye nagyon fontos, hogy a háború első két évében a nácik iszonyatosan sikeresek voltak. 39-41-ig lényegében egész Németország egész Európát uralma alá hajtotta, vagy megszállt országokat, mint mondjuk Észak-Franciaország, vagy Norvégia, Dánia, Benelux államok, szegény Lengyelország, vagy pedig a csatlósaival tőle függő hatalmak, államokká váltak, Magyarország, Románia, Horvátország, Szlovákia, némileg szövetséges, ugye Olaszország az a szövetséges és a csatlós határa van valahol. És egyetlen ország dacol igazából Európában Hitlerrel kitartani, ez pedig Britannia, Nagy-Britannia. A németek nem tudták szerencsére Nagy-Britanniát térdre kényszeríteni, flottájuk nem volt elég erős, az angliai légicsatát pedig elvesztették. És akkor Hitler tépelődik, hogy most akkor mi legyen a háború következő lépése, és végül is meghozta a döntést 1940-41 fordulóján, hogy valamikor 41 késő tavaszán vagy nyár elején megtámadja a Szovjetuniót. A történészek szerint két ok miatt döntött Hitler Szovjetunió megtámadása mellett. Egyik az a élettér elmélet, Lebensraum, amiről Hitler írt már a Mein Kampfba is, miszerint a keleti erőforrások birtoklása, csodás ukrán gabonamezők, Donyeck vidéki szénbányászat, esetleg még tovább az olajmezők megszerzése, az Németországot teljesen függetlenné tenni minden külföldi, Európán kívüli energiaforrás beszerzésének igényétől, és egy nagy önellátó, egész Európát uraló Gross Deutschland birodalmat tenne lehetővé. A másik pedig, mivel Hitler érvelt a tábornokai előtt, ez a idézet, Szovjetunió Anglia utolsó reménye. Ugyanis nagyon tanúságos, hogy bár 39-41-ig a két gonosz diktátor, Hitler és Stalin szövetségesek egymással, lásd Molotov-Ribbentrop paktum, de Hitler mégis, Hitler azt motoszkálta agyába, hogy ha egyszer a szovjetek és angolok összefognak egymással, akkor együtt erősebbek lennének és be tudnák keríteni a náci birodalmat, ugye ez be is következik majd pont Hitler támadása miatt, és jönnek az amerikaiak is majd, és azt mondta Hitler, hogyha kiüti a Szovjetuniót, az egész európai kontinensen ő fog uralkodni, akkor Britannia egyedül előbb-utóbb majd megadja magát. Szóval ezek lehetnek a döntés indokai, összegyűjtenek egy több mint 3 milliós német hadsereget, beosztják őket három hadseregcsoportra, észak, közép és dél hadseregcsoportra, mindegyik a nagy mennyiségű gyalogság mellé kap úgynevezett páncélos csoportokat, ezek ilyen páncélos hadosztályok és közé tüzérséggel vastagon megtámogatva. Mind a három fölé odarendelnek egy-egy Luftflottét, német légiflottát, és megindítják a támadást. A legfontosabb dátumok egyike 1941. június 22-én hajnalban. Fontos megjegyezni az jóisten humora meg a fordulópontok, hogy Napóleon június 24-én lépte át az orosz határt 1812-ben. A németek elképesztő, brutális sikereket érnek el, rohamtempóban vágtatnak át a hatalmas kelet-európai síkságon, ugye ez ma részben a balti államokat jelenti, Belorussziát és részben Ukrajna földjét jelenti. Az észak és a közép hadseregcsoport zseniális tempóban nyomul előre, a szovjet hadsereg előzékenyen megfosztam, pontosan Sztálin, aki 5 éven keresztül tisztogatásával kiirtotta
a saját hadsereg tisztikarát. Gyakorlatilag a legjobb orosz tábornokok, tábornagyok, marsalok kerültek kivégzésre. Alapvetően az orosz hadsereg tehetségtelen vezetés alatt áll. Óriási embertömeg, a felszerelésük néhol tűrhető, néhol vacak. Egyébként nincs az alakulatok között megfelelő rádiókapcsolat, telefonvonalakat elvágják, a tisztek önálló kezdeményezésre képtelenek, le is vannak erről szoktatva, és egyszerűen minőségét tekintve, és főleg a tiszteket jelenti, sokkal-sokkal gyengébb a vörös hadsereg, mint a náci Wehrmacht, hiába van a létszám fölénye, úgyhogy a háború első hetei azok egészen döbbenetes méretű német sikereket hoznak, villámgyors előrenyomulást, Belorusszia fővárosát, Minszket nagyjából egy hét alatt érik el a németek. A németek támadási módszere ugyanaz, amivel legyőzték Lengyelországot 39-ben és a franciákat 1940 környékén, ez pedig a katlan, németül Kessel szót tanuljátok meg, legyetek szívesek. Annyit jelent, próbálom mutatni zseniás kezeimmel, hogy előre nyomulnak a német páncélos ékek, előtte ugye bombázókkal alaposan megpuhítjuk, úgymond az ellenfelet, legyilkoljuk, utánpótlásától megfosztjuk, előre nyomulnak egy katlanban, mondjuk észak és délen elnyomul két német páncélos ék, hogy szépen bekanyarodnak, bekerítik az óriási méretű szovjet alakulatokat, utána jön a gyalogság és összeroppantja és megadással készteti őket. Itt hadifoglyok tömegének ejtéséről van szó elsősorban. Nagyon izgalmas viszont egy ellentmondás, amivel nem számol a német hadvezetőség és Hitler, hogy a három támadó csoport, az észak, a közép és a dél, az széttartó irányokba halad, északon Leningrád a célpont, középen hozzávetőleg Moszkva, délen pedig Kijev. Óriási a tér, sokkal nagyobb teret kellene átfogni a Wehrmachtnak, mint ami megtörtént velük mondjuk a lengyel vagy a francia hadjáratban, és a valójában eltávolodnak a három hadseregcsoport alakulatai egymástól, és így eltávolodva vívják ezeket a taktikai győzelmeket, ezeket a bekerítő katlan csatákat. Az észak hadseregcsoport elég hamar elérte 41. szeptember elején már Leningrádot, bekerítették, nem tudták elfoglalni, blokád alá vonták, több mint két évig tartott, és a város lakói közül sokan éhen haltak, ami köszönhető persze az orosz vezetésnek is, amely nem mentettek időbe a lakosságot, és nem gondoskodott a lakosság élelmiszer ellátásáról, itt százezrek halnak éhen. A délen eléggé kicsit lassan halad a németek előnyomulása, a szovjetek legjobban tudták, hogy Ukrajna milyen erőforrásokat jelent, ezért a legjobb alakulatokat, legjobb csapataikat, egy Kirponosz nevű, viszonylag a sztálini tisztogatás megúszó tábornok vezetésével Ukrajna védelmére tartogatták. Pripyat mocsolakra támaszkodott, ugye Csernobil környékén járunk az oroszok védelme, itt a németek haladtak, de kicsit lassabban. Viszont rohamosan nyomult erre a közép hadseregcsoport két páncélos csoporttal, olyan szinten, hogy folyamatosan bekerítő hadműveleteket hajtanak végre, és július végén már bekeríti Smolenszket. Smolenszk egy város Moszkvától néhány száz méter nyugatra, Smolenszket a Moszkva kapuja címmel szokták illetni, és augusztus elején bezárul Smolenszk körül a gyűrű, a bent lévő csapatok megadják magukat több százezresnek fogságba, és nagyjából kicsit több mint 300 kilométerre állnak ekkor a németek Moszkvától. És megszületik a legfontosabb döntések egyik a 20. században. Július végén, július 30-án Adolf Hitler leállítja a Moszkva felé irányuló páncélosokat, és megparancsolja a két páncélos csoportnak, hogy egyik vonuljon északra Leningrád támadására, a másik pedig vonuljon délre, a dél hadseregcsoport megtámadására. És nagyon izgalmas dolog történik, a középhadseregcsoport gyalogságra próbál ellenyomulni Moszkva felé, de tankok nélkül lassabban, bár azért haladnak előre. Ugyanakkor viszont lezajlik a legnagyobb német siker délen, a páncélosok, a részben a középcsoporttól elvont páncélosok elhaladnak Kijevtől északra, nem frontálisan támadják Kijevet, egy másik páncélos csoport elhalad Kijevtől délre, és akkor képzeld, itt van középen Kijev, előre nyomulnak a németek Kijevtől északra és délre. Zsukov tábornok szól Sztálinnak, hogy Kijev nem megvédhető. Vissza kéne vonulni. Sztálin a szokásos őrültségével parancsot ad arra, hogy tartsák a végsőkig. Szeptemberben bezárul a gyűrű Kijevtől keletre, Kijev háta mögött.
600 ezer, borzalmas számok, 600 ezernél több szovjet katona kerül be a gyűrűbe, ennyit ember, ők azért vagy fogságba kerülnek, vagy meghalnak, Kirponosz tábornok is gyakorlatilag hősi halált van. És akkor miután lezajlik ez a kijevi hadművelet, a legnagyobb győzelmek egyik az emberiség történetében, utána Hitler mégis meggondolja magát, mégis visszarendeli a páncélosokat a középhadsereg csoporthoz, nyilván a katonákat föl kell tölteni, a tankokat megjavítani, stb. Azért a németeknek is komoly emberveszteségük van, és szeptember 30-án, amikor az időjárás más már, akkor a tankokkal megerősített középhadsereg csoport újra támadásba lendül, Tájfun hadműveletnek hívják, és irány Moszkva. Megint jönnek a taktikai sikerek, megint két hatalmas katlant zárnak be, egyik egy Vjazma, másik meg tényleg délve egy Brjansk nevű városnál, megint a klasszikus siker, német tankok áttörnek, bekanyarodnak, Vjaznánál és Brjansknál is gyakorlatilag óriási szovjet erők, az óriási, itt több százezer főnyi erőt zárnak katlanba, nyomulnak előre. Brjansknál annyi orosz katona esik fogságba, hogy egy ideig gyakorlatilag lóg a front a levegőbe, és a németek vágtatnak előre, és akkor nagyon érdekes dolgok történnek. Jön az ősz, és a szovjet ősz nem csak hideg, hanem általában esős, ez pedig annyit jelent, hölgyek, urak, hogy az utak sártengerré válnak, igazi utak nincsenek, egyszerűen a sárban szinte harcolni sem lehet, ez az őszi időszak, amikor hadműveleti szünet szokott beállni. Hitler erőlteti a katonáit előre, de hát a lovak, a gyalogság és még a tankok is beleragadnak a sárba. A másik, ami történik 41 őszén, hogy Stalin kap egy hírt egy Richard Richard Sorge nevű német kommunista ügynöktől Japánból, miszerint a japánok délfelé fordulnak és USA-t fogják Hawaii-t megtámadni, lásd Pearl Harbor, és Stalin kicsit hisz ennek, kicsit feloldódik az a védelme, hogy neki mindenképp döntése, hogy meg kell Szibériát védeni. Kb. 15 jó minőségű téli harcra alkalmas szibériai hadosztályt átdobnak vonaton keletről, Ázsiából Moszkva védelmére. Moszkva van az orosz vasúti rendszer, centrális rendszer központjába, csapatokat lehet mozgatni. Megerősítik Moszkva védelmét ezekkel a szibériai alakulatokkal. Aztán nem sokára beköszönt az ősz helyett a tél. Az orosz tél hamarabb jön és gyilkosabb. Mínusz 25-30 fokot képzeljünk el. A német katonák téli felszerelés nélkül vannak, mert azt gondolták, hogy gyorsan fognak győzni. Lelassul a németek támadása, haladnak előre. A németek messze vannak az utánpótlásaiktól, fogynak az embereik, fogynak a tankjaik. A szovjetek embervesztesége hatalmasabb persze, de hát ők azért pótolják, meg hát a Sztálin szemében az emberéért nem számít. A németek végül érdekes módon eljutnak Moszkvától északra és délre, és mondok egy érdekeset irodalmárok számára, Krasznaja Poljana, egy falucska Moszkvától északra van már, Tolsztojnak volt a lakóhelyét, idáig eljutnak a németek, délen is túljutnak a németek Moszkván, de a bekerítés végül az átkarolás nem sikerül, és a Moszkva város határában, tényleg a város határán, a külső, a legkülső villamos vonalaknak a szélén még az oroszok megállítják a németeket, akik annyira vágytak már a német katonák, hogy fűtött házakba érkezzenek be, és megállítják őket december elején, ilyen mínusz 20 fokos fagyban csatáznak páncélosok és gyalogosok egymással, óriási szenvedés mindkét oldal sörege számára. Akkor bekövetkezik a megdöbbentő fordulat, a már-már vesztesnek itt szovjetek egyetlen nap alatt megfordítják a menetét a dolgoknak, és december 5-én Sztálin parancsára Zsukov seregei ellentámadást indítanak. A németeket teljesen meglepi, hogy a szovjetek egy nap alatt átmennek védekezésből támadásba, és legalább 200 kilométerrel visszaszorítják Moszkva alól a németeket. A szovjetek nem nyerték még meg a háborút, de Moszkva megmenekül, Moszkva ipari központ, közlekedés, vasút plusz presztízs központ, hogyha a németek végül a moszkvai csatát elveszítik, és akkor majd a 42-es évben kell Hitlernek valami döntést hoznia, hogy hogyan s merre tovább, és mindkét oldal óriási veszteségeket szenvedett. Kijev tehát német kézre kerül, Leningrád nem, Leningrád blokád alá vonják, és Moszkvától pedig vissza kellett vonulniuk. Úgyhogy nagyjából ez volt röviden a Barbarossa terv elmesélve. Ha érdeklődnek a videóim akármilyen történelmi témák, vagy közéletiek, vagy oktatásiak, csatornámra iratkozz föl,
most már több mint 100 videón van, nyugodtan lehet közülük válogatni. Ha tetszett, akkor lehet kommentelni, lehet lájkolni, lehet feliratkozni. Úgyhogy viszlát emberek, minden jót!